Aranka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy beszélgessünk egy kicsit a Cheyenne festésről. Én azt tudom rólad, hogy egyébként restaurátorként dolgoztál, és festesz ikonnal, olajjal, akvarellel, és mégis a Cheyenne lett a kedvenced, és hogy hogyan jött az, hogy Cheyenne festő lettél? Bő 10 évvel ezelőtt eljutottam egy művésztáborba, ahol megismertem néhány textilművésznőt, és az ő munkásságuk nagyon megtetszett. Az egyikük Cheyennel foglalkozott, a másikuk viaszbatikkal, és mindent ki lehetett próbálni. Ez a táboroknak az egyik nagy előnye, hogy még több dolgot meg lehet ismerni, és hát engem a kíváncsiság mindig is erre inspirált. És megpróbáltam, és megtetszett, és próbáltam itt Budapesten is találni olyan helyeket, ahol alaposabban megtanulhatom. Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt sikerült, és hát azóta szeretem és művelem a Cheyenne festést, ami eltér minden eddig általa megismert technikától. Legjobban az akvarell technikához tudom hasonlítani az elkészítés módját, csak a Cheyenne anyaga miatt ez valahogy sokkal szebben érvényesül, sokkal szebbek a színek, élőbbek tudnak lenni, és váratlanabb helyzetek alakulhatnak ki. Tehát én úgy szoktam mondani, vagy érezni, hogy a Cheyenne festésbe nem én veszek részt, mint tervező csak, hanem a Cheyenne nagyon nagy mértékben alakítja önmagát. Tehát a végeredmény az nem csak tőlem függ. És ezek a váratlan helyzetek azok, amik nagyon szépé teszik ezt a technikát, és hát a végeredményt. Maga a Cheyenne az egy olyan fénylő hordozó, ami a színeket sokkal fényesebbé, élőbbé, telítettebbé teszi, és hát ettől varázslatos. És általában, aki megpróbálja, azt megérinti ez a móda, hogy festődnek a sejmek. A Cheyenne festők részt vesznek általában daganatos betegekkel, drogfüggőkkel, bármilyen függőséggel, küzdőkkel, így a rehabilitációba, amikor erre módjuk van. És hát egy ilyen történetet hallottam, hogy egy drogfüggő fiú egy ilyen foglalkozáson részt vett, és azt mondta, hogy ez sokkal jobb, mint az anyag. Tehát képes olyan dolgokat felszabadítani az emberekbe, egy olyan szabadságot ad, tehát az, hogy nem tervezhetsz pontosan, és nem az történik, amit elvársz, ez bizonyos szabadságot is ad munka közben. És így a látvány után tudod folytatni a munkádat, a képedet. Milyen technikái vannak a Cheyenne festésnek, vagy hogy milyen képeket lehet vele készíteni? Mert amikor laikusként én azt mondom, hogy Cheyenne festés, akkor nekem a Cheyenne sálak jutnak eszembe, amivel az emberek magukat öltöztetik, de mögötted is egy csomó Cheyenne kép van kirakva. Egyáltalán mi a különbség így a technikák között, vagy eljön hozzánk valaki egy tanfolyamra, amit te tartasz, hogy ott milyen képeket fog tudni készíteni, mit tudnak várni az emberek? A Cheyenne festésnek van egy olyan technikája, amit sálfestésnek hívunk, ami viszonylag egyszerű, itt a színekkel lehet játszani, és ezek gyorsan el tudnak készülni. Nedves Cheyenne-re rácsöpögtetünk festéket, ezek különböző módon tudnak keveredni, ezt fixáljuk valamilyen módon, attól függ, hogy milyen festéket használunk. És így viszonylag, mondjuk ajándékészítésnek ez a módszer kiválóan alkalmas. A Cheyenne képeknél az a helyzet, hogy attól függően, hogy kinek milyen gyakorlata van már, ez lehet egy 3 órás workshop része, vagy pedig egy egész napos Cheyenne festés, vagy még tovább tartó, attól függően, hogy ki mit szeretne elérni. Na most én úgy gondoltam, hogy kezdőknél például egy A3-as, A4-es Cheyenne kép az, ami indításnak megfelelő lenne, és ezeket a sejmeket egy keretre feszítve fogjuk megdolgozni, úgymond. Vannak kontúrozó eszközeink, amikkel gátat szabunk a festék terjedésének. Tehát, ha valaki egy rajzot szeretne, valamilyen ábrát, bármilyet, figuratív, non-figuratív, bármilyen elképzelése van, ezt meg lehet valósítani. Ez egy kicsit bonyolultabb technika. Itt én kísérleteztem, játszottam a különböző festék adalékanyagokkal, és ez kicsit hosszadalmasabb, ez a tempera festéshez hasonló módszer.
Én a restaurátori munkámban aranyozással is foglalkozom, és kíváncsiak voltunk, hogy a sejemre lehet-e valamilyen módon ilyen csillogó aranylapokat felvinni. Ezen talán a fotó nem annyira látszik, de a kép maga tartalmazza ezeket a lapokat, amiket bizonyos szögből lehet fényesnek látni. Most a sejemfestésben erről jut eszembe, még az is nagyon jó, hogy különböző nézetekből különböző színeket hoz elő a sejem, mivel gondolom, hogy ezek a szálak körátmérőjűek, így máshogy verik vissza a fényt, a színeket, a színek fényeit, és ezért, ahogy elmegyek egy sejemkép elől, minden lépésnél más arcát tudja mutatni. A hátteret úgy festem meg, hogy ahova tervezek virágot, ott kevés festéket használok. A sejemfestékek nem fedik egymást, áttetszőek, így módosítják egymás színeit. Tehát olyan alapot festek, vagy olyan színű virágot keresek, amik ezeket a színeket tudják kombinálni, amiket használok. Viszont ez a temperatechnika arra is lehetőséget ad, hogy egy picit vastagabb festéket használhassak. Tehát ez sok rétegből áll, egy picit hosszadalmasabb elkészíteni. Sejem sál, hogy itt is akkor az arany, az egy kontúr, és akkor az között vannak kitöltve a... Igen, igen. Ez egy viszonylag egyszerűbb, bár ez is egy kicsit időigényes, mert megosztott a felület eléggé, tehát itt megrajzoljuk, én egy aranykontúrt választottam, mert a sárgához, kékhez, lilához nagyon szépen illik, és úgy festettem meg minden kis külön elválasztott részt. És akkor például ez pedig az a csöpögtetős, amit mondtál, hogy hagyni ez kell, egy... hogy össze... Csöpögtetős technikával készült, utána felfeszítettem keretre, és a mintákból kiválasztottam olyat, amik hasonlítanak virágokra. Ezeket megkontúroztam, és egy picit tovább festettem. Ez így készült. Például a só technikát lehet a sötét cica alatt látni. Ezzel meg tudjuk bontani a felületeket, ha megsózzuk a nedves festett sejmet. Körül pedig azt lehet látni, hogyha kevés világos festéket keverek a sötéttel, hogy ha nedves alapon festek, akkor elúsznak a színek egymásba, tehát nem lesz határozott kontúrja, ahogy a vízfestésnél is ezt lehet tapasztalni. Ha például egy ilyen, akkor egy 3 óra alatt megfesthető, elkészíthető egy workshop alatt. Igen, igen. És akkor tehát, nem tudom. Hogyha valakinek van valami elképzelése, képe, fotója, akár egy kedves festménye, amit egyszerűen mondjuk egy Klimt részlet, vagy ilyesmi megragadja, azt föl lehet vinni sejemre, hogy akár ajándékba, akár otthon díszíteni a falat. És talán még annyit tennék hozzá, hogy én nem egyenképeket szeretnék csináltatni a résztvevőkkel, hanem mindenkinek az elképzeléseibe szeretnék segíteni,